kicserélik és újra festik az elhasználódott eszközöket, megújul a hegyvidéki Margaréta játszótér. A drogprevenció területén a szülőknek van a legfontosabb szerepük. Erre hívták fel a figyelmet a szakemberek a 3. kerületben megrendezett kábítószerügyi egyeztető fórumon. Tavaszi forgatag. A hegyvidéki városháza tér is megtelik különleges programokkal. A Budai Híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Megújul a hegyvidéki Margaréta játszótér. A főváros egyik legkülönlegesebb játszóterén újra festik az eszközöket és kicserélik az elhasználódott alkatrészeket. A felújítás április 11-ig tart majd. A fővárosban ugyan nem az egyetlen meseváros, de hogy az egyik legegyedibb, az biztos. Kevés lenne a Budai Híradó időtartama ahhoz, hogy felsoroljuk, mennyi pozitív jelzőt kaptak a Margaréta játszótér aprólékos kidolgozású játszóeszközei. A margaréták, a bogarak, a mászókás traktor, vagy éppen a homok és vízátemelő csiga szerkezet. A főváros legtávolabbi pontjáról is érkeztek gyakori vendégei a tágas Margaréta játszótérnek egészen mostanáig. A hegyvidéki önkormányzat szakemberei ugyanis a rendszeres ellenőrzés során úgy találták, hogy ideje egy teljes körű rekonstrukciónak. A játszóteret 2014-ben építettük, és rögtön be is került Budapest 10 legjobb játszótere közé, ezért nagyon felkapott hely lett, nagyon sokan használják, így azok a részek, amelyen kopórészek, műfű, ütéscsillapító, illetve a játszószerek színezése, festése, ezek sajnos felújításra szorulnak. És ezért döntöttünk amellett, hogy lezárjuk egy időre, és az egész játszóteret teljesen felújítjuk. A játszótereket a gyártójával átvizsgáltatjuk, amely alkatrészek, részek szükségesek, azokat javítani fogjuk, illetve a főbb részek azok csak festésre állagmegóvásra kerülnek, illetve ami látható is már, hogy elkezdték bontani az ütéscsillapító felületeket, így a gumit, valamint a műfű felületeket. A felújítással nem az a cél, hogy újabb játszóeszközöket telepítsenek, hiszen szeretnék megőrizni a játékok közötti szabad tereket, ahol a legkisebb gyerekek számára is biztosítják a veszélytelen mozgást. Egy javaslatot viszont befogad az önkormányzat. Jöttek lakossági észrevételek, szeretnének egy babahintát. Ezt megpróbáljuk a gyártóval egyeztetni, hogy ki tudunk-e tenni, mert a bébi hinta most egy ilyen láncos, és szeretnének a kisebbeknek egy ilyen, úgy hívjuk, hogy pelenka hintát, és akkor azt megpróbáljuk ezt beszerezni, és hogyha nincs akadálya a szabványosság miatt, akkor ki fogjuk helyezni. A Margaréta játszótér rekonstrukciója már elkezdődött, és a tervek szerint húsvét előtt birtokba vehetik a gyerekek az újjávarázsolt játékbirodalmat. A felújítás pici kellemetlenséggel is jár, hiszen nem tudják addig a lakók használni. A tervénk szerint április 12-ig befejeződik a játszótér teljes felújítása, de abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy közelségben több játszótér is van, amit felújítottunk, így például a Momkult kertjében található játszótér, illetve nincs messze a Holosi Simon téren található játszótér, illetve a Gesztenyes kertben lévő. A hegyvidéki önkormányzat szakemberei az év folyamán az összes kerületi játszóteret ellenőrzik, és a cserére javításra szoruló eszközöket, burkolatokat rövid időn belül kicserélik. A drogprevenció területén a szülőknek van a legfontosabb szerepük. Többek között erre hívták fel a figyelmet a szakemberek a 3. kerületben megrendezett kábítószerügyi egyeztető fórumon. A rendezvényen azt a weboldalt is bemutatták, amelynek segítségével az országban működő helyi fórumok egymás munkáját is megismerhetik. Az a célja még egyszer, hogy meg tudjuk mutatni mindenki felé, hogy mi történik a kefek világában. Majzik Balázs a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság osztályvezetője a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum új honlapját mutatja a legutóbbi Óbudán tartott konzultáción. A megújult honlap összegyűjtötte az országban működő összes kábítószerügyi egyeztető fórumot, hogy az érdeklődők és maguk a szervezetek is betekintést nyerjenek egymás munkájába. Viszonylag könnyen létrehozhatók hírek, információk ezen a honlapon, és azt szeretnénk, hogy bárki, aki a kertben aktivitás végez, bármelyik kertben, ezt egy hírek formájában, dokumentumok formájában is tegye fel a honlapra. Az alapvető feladata a kefeknek, hogy a helyi szervezetek munkáját fogja össze. Nézzük meg, hogy hány tagszervezete van a kefeknek. Ha csak havonta egy aktivitás történik egy szervezetben, és ez mindenhol megjelenik, akkor egy hatalmas mennyiségű információ áramlás az, amely ezen a honlapon lesz. Ezt szeretnénk megtenni.
A harmadik kerület az elsők között csatlakozott a kábítószerügyi egyeztető fórumhoz. Az Óbudai KEF 2005-ben alakult, és abból a célból, hogy összefogja azokat a szervezeteket, amik az ifjúsággal, illetve a kábítószer fogyasztókkal, illetve bármilyen szenvedélybetegséggel küzdőkkel foglalkoznak. Ezek lehetnek akár állami, önkormányzati, vagy civil, vagy egyházi szervezetek, és az ő munkáját koordinálja. Ennek az a legfőbb célja, hogy a területen dolgozó szakemberek különböző hozzáállással, de ugyanabból a célból foglalkozzanak a fiatalokkal, és a legmegfelelőbb ellátásba tudjanak kerülni azok, akik problémával küzdenek, illetve lehetőséget kapjanak azok a fiatalok, akik vagy hátrányos helyzetűek, vagy problémával érintettek, vagy csak fiatalok, és helyes szabadidőt eltöltésre van szükségük. Az Óbudai KEF 2 évvel ezelőtt egy felmérést is végzett a harmadik kerületben, annak érdekében, hogy felmérje a helyi drogprevenciós programok hatékonyságát. Mi nekünk nagyon fontos volt az, hogy lássuk azt, hogy itt a kerületben mik az adottságok, mik a lehetőségek, milyenek a kezelőhelyek, ők milyen felszereltséggel, illetve szakembergárdával rendelkeznek, vannak-e megfelelő ellátások, illetve hogy a fiatalok milyen szerekkel találkozhatnak, milyen problémával küzdenek, és mi az, amire fókuszálni kell velük kapcsolatban. Itt nem csak a problémás fiatalokra gondolunk, hanem minden fiatalban, fiatalra. A felmérésből többek között az is kiderült, hogy az országos átlaghoz képest a kerületben csak elenyésző mértékben fordulnak elő designer drogok. A fórumon Reményi Nércsekő Borbála, a Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetője az alapítvány kékvonalának lelkisegélyszolgálatára hívta fel a figyelmet. Kékvonalnak a legrégebbi alapszolgáltatás az, hogy egy lelkisegélyszolgálatot működtet gyerekeknek, fiataloknak, leginkább tizenévesek hívnak minket, illetve az évek során a telefonvonal az kiegészült egy csetszobával, illetve egy online levelező felülettel. Ezt az alapszolgáltatásunkat, a lelkisegélyszolgálatot támogatja egy párhuzamos vonal, ami kifejezetten a felnőtteknek, szakembereknek szól, illetve van többféle olyan pályázati projektünk, olyan programunk, amik a vonalban felmerülő, úgy tűnt, tehát a legfontosabb témákat egy kicsit személyesebben, vagy egy program keretében bontják tovább. Az eseményen a résztvevők megismerkedhettek az Országos Rendőrkapitányság mobil bűnmegelőzési centrumával, amely a vagyonvédelemmel kapcsolatos tudnivalókra is ráirányítja a figyelmet. További híreink következnek röviden. Csütörtöktől a NAV honlapján az ügyfélkapunk keresztül elérhetők a személyi jövedelemadó bevallási tervezetek, közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Ha az adózó egyetért az abban foglaltakkal, akkor nincs teendője. Május 20-án a tervezet hivatalos bevallásá válik. A miniszter kiemelte, az ESZIA idén tovább bővült, így már mintegy 5 millió 600 ezer tervezetet készített el a NAV. A tervek szerint áprilisban nyitja meg kapuit a vásárlók előtt a Békásmegyeri piac új csarnoképülete, amelyhez egy mély garást is építettek. A használatba vételi engedélyezés már folyamatban van, a csarnok megnyitása után kezdődik meg a régi épület bontása. A 2017-ben indult fejlesztés megvalósításához 6,3 milliárd forint támogatást nyújt a kormány. Felépült az új csarnoképület, illetve alatta a mélygarázs, és ha minden jól megy a mostani terveink szerint, április közepén meg fog tudni nyílni ez az új csarnoképület a mélygarázsal egyetemben. Tehát a régi csarnokból az ott lévő árusok azok átköltöznek az új csarnokba, és ott fogják folytatni a munkájukat. Ahogy ez megtörténik, akkor a kivitelező második ütemben elkezdi bontani majd a régi csarnoképületet, és a helyén közösségi teret, illetve további üzleteket fog kialakítani. A teljes projektnek a várható átadása az 2020 eleje, tehát most 19 áprilisában a csarnok és a mélygarázs tud megnyílni, és a teljes projekt pedig 2020 elején. Változott az üzemanyagok ára. A MOL bruttó 2 forinttal emelte a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát, a gázolajét ugyanakkor 3 forinttal csökkentette szerdán. Így a benzin literje 364 forintra drágult, a gázolajé 392 forintra mérséklődött. Felújítják a Bécsi kaput, és a Bécsi kapu téren is útjavítási munkákat végeznek. A rekonstrukció március 18-án kezdődik, és várhatóan egy hónapot vesz majd igénybe, közölte a BKK.
A munkálatok idejére lezárják az autós forgalom elől a bécsi kaput, a budavári buszjáratok pedig mindkét irányból csak a bécsi kapuig közlekednek. A hétvégén indul a szezon a fővárosi állat- és növénykertben. A közönség nagyon sok állatkölyökkel, többek között gorilla bébivel és zebra csikóval is találkozhat. A kínálatban látványetetések és állatbemutatók is szerepelnek. Áprilistól több új családoknak és pedagógusoknak szóló kedvezményt is bevezetnek. A családi jegyet pedig az egygyermekes családok is igénybe vehetik. 1.848.640 forint. Ekkora összegű pótdíjat fizetett be az egyik blitzelő tavaly. A tapasztalatok szerint kevesebben utaznak jegy vagy bérlet nélkül a budapesti járatokon, de a korábbiaknál is hatékonyabban járnak el a blitzelőkkel szemben. 2,4 milliárd forint, csak a pótdíjak behajtásából ennyi bevétele származott a BKK-nak a tavalyi évben. 220 ezer esetben szabtak ki büntetést azért, mert valaki jegy vagy bérlet nélkül utazott a budapesti járatokon. Az esetek harmadában már a helyszínen rendezték a tartozást. 8000 forint, ekkora összegű pótdíjat szabnak ki a blitzelőkre az ellenőrök a helyszínen. Ha valaki ezt a tartozást nem tudja vagy nem akarja azonnal rendezni, akkor utólag már ennek a dupláját, 16000 forintot kell fizetnie. Aki pedig csak 30 nap után rendezi a pótdíj tartozását, akkor az összeg már eléri a 32.500 forintot. Bár az utasok többsége csak egy-egy alkalommal mulasztja el a jegy- vagy bérletvásárlást, de olyan személy is akadt, aki havi szinten 10-20 pótdíjat is begyűjtött, ezzel több százezer vagy akár milliós büntetést halmozott fel. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint a tavalyi abszolút rekorder 1.848.640 forintos bírságot gyűjtött össze, ezt be is hajtották. A BKK 2015-ben döntött el, hogy szigorúbban lép fel a jegy- és bérlet nélkül utazókkal szemben, és hatékonyabbá teszi a pótdíjak beszedését. Így ha valaki nem fizet, vele szemben végrehajtási eljárás is indulhat, vagyis vagyontárgyakat, ingatlant és ingóságokat egyaránt lefoglalhatnak. A tavaszi időszakban is rengeteg program várja a kikapcsolódni vágyókat a hegyvidéken. A Városháza téren például ismét elindul a Zenés péntek délután sorozat, és más családi programokat is szerveznek. A komoly zene kedvelőinek pedig különleges koncerteket ígér a szombaton kezdődő Bach Mindenkinek Fesztivál, amelyhez a hegyvidék is csatlakozott. Különleges koncerteket ígér az idei Bach Mindenkinek Fesztivál. A március 16-án startoló programsorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a barokk egyik legnagyobb zeneszerzőjének munkásságára, a rendezvény másik küldetése pedig a komoly zene népszerűsítése. A Bach Mindenkinek Fesztiválhoz a hegyvidék is csatlakozott, így a következő napokban a 12. kerület számos pontján tartanak majd programokat, többek között a hegyvidéki kulturális szalonban is várják a zenekedvelőket. A szalon programkínálatából örömmel kiemelem a Bach Fesztivál keretén belül március 20-án megrendezésre kerülő előadás különleges barokk cselló koncerttel, ahol is Jánosházi Péter cselló művész a vendégünk. A Bach Fesztivál következő programja nálunk a Kulturális Szalonban 22-én a Zenefere Klub, amikor is Kovács Zalán László tuba művész vendége Perényi Miklós. Ez is egy nagyon egyedi és különleges alkalom lesz. És hogy a gyermekek a kicsik kedvében is járjunk, a szombati nap folyamán kaláka, vidám kaláka koncertre várjuk a gyermekeket. Persze a Bach Mindenkinek Fesztivál után is rengeteg program várja a kikapcsolódni vágyókat a hegyvidéken. Tavasszal a Városháza tér is megtelik élettel, húsvét előtt például különleges fesztivált rendeznek. A tavaszi fesztiválunk az április közepén, húsvét előtti hétvégén lesz, ez igazi húsvétváró, nyuszi simogatóval, húsvéti kézmes foglalkozásokkal, arcfestéssel, gyermekprogramokkal, koncertekkel, kicsiknek, nagyoknak egyaránt, Eszterlánc zenekart hallgathatjuk, különböző jazzkoncerteket hallgathatunk, de ugye ez Városháza téri fesztivál, ami nem csak a szalonnak a munkája, hanem már hagyományosan azzal indul ez a fesztivál, hogy a pénteki napon zenés péntek délután van. Amit szintén tudunk, és a kerületiek ismerik már, hogy milyen nívós és milyen jó szokott lenni a zenés péntek délután, ez egészül ki és teljesedik ki a szombati és vasárnapi nappal. Hasonlóan színes programkavalkáddal találkozhatnak majd az érdeklődők a Nyárváró Fesztiválon is, május 10-e és 12-e között.
Hogy a hegyvidéki intézmények milyen rendezvényekkel készülnek a tavaszi időszakra, megtalálják a 12program.hu oldalon. A budai híradót látták, adásunkat visszanézhetik weboldalunkon a www.hegyvidéktv.hu oldalon is. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!